biztonsági öveket bekötni kérettetik. Akinek nincs biztonsági öve, az kapaszkodjon meg a székének a képzeletbeli karfájában. Messzire utazunk, nagyon messzire utazunk, egészen Andorrába egy GLT képzésre utazunk, és hogy kitartja ezt az előadást. A Forever Living Products kelet-európai régió hálózatának alapítója és lelkes építője. 1995. decemberében találkozott életében először a Forever-rel. A menedzseri szintet egy év alatt ért el, 1999. decemberében már Zafir menedzserként köszönhettük. Töretlen munkájának köszönhetően mára 20 országban dolgozik. 2016 évi globális pontok alapján régiónk első számú Forever üzleti partnere. 2017-es Global Rally-n Dubajban GLT tagként vett részt. Az elmúlt 21 évben egyetlen bemutatót sem mondott le, bármilyen mélységből érkezett is a megkeresés. Előadásain már ott ülnek azok is, akik akkor születtek, amikor elkezdte a hálózatépítést. Hiszi, hogy a Forever a szabadság üzlete, a lehetőségek korlátlanak. Azt vallja, hogy segítenünk kell másokat, hogy létrehozhassunk egy jobb világot, hogy élvezhetjük a szabadság nyújtotta előnyeket és az elismerést. Hát a most következő előadónkkal kapcsolatban ki kell mondanom egy bűvös számot. 21 évvel ezelőtt találkoztam, 21 és fél évvel ezelőtt találkoztam, amikor megpróbált engem meggyőzni arról, hogy a Forever lehetősége jó lesz majd nekem, és megpróbált meggyőzni arról, hogy a Forevernek, Mikikém, szüksége van rád. Természetesen én nagy érdeklődést mutatva arra koncentráltam, hogy mikor szabadulhatok, és mikor mehetek már végre haza. Aztán eltelt 20-21 év, és épp az előbb a színpad mellett azt mondta nekem, miközben megszorította a kezemet, hogy köszönöm a munkádat. Én meg azt mondtam, hogy nincs mit, kihalásos alapon, tőlem már nem szabadulsz. Mi egy nagy család vagyunk, és az a szenzáció a Foreverön belül, hogy a nagy családon belül is van egy kisebb család, úgyhogy mi most én kisebb családban is összekeveredtünk a Józsival, azt még a tudósok nem döntötték el, hogy én az övébe vagy ő az enyémbe, ez majd egyszer majd ki fog derülni, a tudósok meg fogják majd állapítani, de most következzen a színpadon az az ember, aki megálmodta ezt az egészet, hogy mi most itt vagyunk. Aki megálmodta azt, hogy a Forever egyszer majd Magyarországon keresztül eljut egész Kelet-Európába, és egyszer, amikor jöttünk haza Németországból, valahonnan a raktárból késő éjszaka, rántott hús, kenyér és uborkafalatozás közben már sötét volt, és beérkeztünk, és megjelent a budapesti látkép, ha valaki azt látta az M7-esen, amikor beérkezünk, hatalmas nagy panelházak, hatalmas nagy lámpák, hatalmas nagy neon reklámokon világmárkákat hirdettek, és a Józsi azt mondta, Budapest! Egyszer majd, Budapest, a térdeim előtt fogsz majd heverni. Hát, hölgyeim és uraim, nem csak Budapest, egész Magyarország és egész Kelet-Európa a lábai előtt hever. Fogadjuk a színpadon Szabó József! Maradjatok nyugodtan állva, minősítés következik, gyertek közelebb. Egy újabb elismerés. Egy elismerés. A Forever Living Products International egy világ, egy globális vállalkozás, és mint globális vállalkozás világpontszámokat számolunk. A világpontszámok alapján pedig közülünk
Első helyen Szabó József. Szabó József! Magyarország! Gyerekek, ha tudnám, ilyen pici kis darabokra felvágnám, kiszabolnám, hányabb vagyunk ki, és mindenki kapna belőle egy szeletet. Köszönöm a munkátokat. Én csak megtestesítem azt a sok millió embert, és a pontértékek így alakulnak, és mindnyájatoknak köszönöm ezt a munkát, mert ez nem az én munkám, ez a közös munkánk. Egyszer gondoltam valami nagyot, és egyébként is az édesapám még gyerekkoromban így magatartásból ilyen, hát olyan négyes voltam, nyolcszor aláhúzva, tehát az iskolába is. És mindig megkérdezte, hogy mi lesz ebből a kölyökből. Tudod? És annyiszor mondta, hogy mindig kerestem azt a lehetőséget, hogy vajon mi is lesz ebből a kölyökből, amikor egyszer megfogadtam, hogy majd lesz belőle valami. És mikor azt mondták nekem, hogy embereknek kell segítened, és ezt tisztességgel, ha teszed, akkor szabad ember leszel, és egyszer majd sok pénzed is lesz. Én hülye meg elhittem. Érted? Mert annyira kézenfekvő dolgok, és üzenem az újaknak, a hitetleneknek, akik még nem hisznek, hogy jó békében, tisztességben, hosszú távon gondolkozni és élni. És hát ne talántán, ha tegnap az éjjel azért volt, aki esetleg hallott, ma reggel szólt valaki, azt mondja, Józsika, olyan szépen énekeltél hajnal kettő fele. Mondom, lebuktunk, kész. De hát Menkó Évi, tulajdonképpen, nem tudom, de az Évivel valahogy összesodor bennünket a szél. Mindig, mikor ilyesmiről van szó, hogy azt a dalt viszont nem énekeltük el, hogy amikor az édesapám utoljára imakönyvét kérte, de letérdeltem az ágyánál, a jó Isten térden állva kértem. De megfogadtam néki, de esküdtettem rája, hogy becsületes ember leszek, akkor is, ha két szemét lezárja. És ha kérdésed volna, hogy miről szól ez az üzlet, itt ma mindenki elmondta, gyerekek. A Varga Robi is elmondta, és mindenki elmondta. A kérdés az, hogy mennyi jutott el neked idáig, hogy mered-e magadat kipróbálni, hogy elmersz-e indulni ebbe az irányba. Jön, mi is a témám? GLT tag. Na, ilyen egy GLT tag, gyerekek. Száraz jegyek. A GLT tagság eredményeként Andorrába voltunk. Bizony. Megérkeztünk Barcelonába. Bevártuk a többieket. És egyszer csak nézem, hogy rajtam kívül még 25 UFO másodmagával, nem is repülővel, hanem szólóba érkezett, ilyen magángépekkel, tudod? Hát ez nem igaz. 25 olyan ember, akik etalonok mindenből.
csak egyszer eldöntötték, hogy végigcsinálják. És tudjátok, hogy fensíkám ez a GLT. Én nagyon drukkolok itt kedves mindnyájatoknak, mert nagyon sok dolgunk van még, hogy ebbe a GLT-be minél többen jöjjenek be. És én kaptam ígéretet, és segítsétek hozzá azokat az embereket, akik készülnek erre a tagságra. Segítsetek a Berkics Mikinek egy picit, jó? Segítsetek a Gidolfajvi házaspárnak, mert szeretném, ha nem csak én képviselném ezt a csodálatos Kelet-Európa piacot, minket, magyarokat, hanem szeretném, ha minél többen lennénk ott. És milyen Isten adta adottság, hogy ki tudja, hogy adottság vagy nem. Képzeljétek, ha beszéltem volna angolul, akkor a Mi lesz doktor nem lett volna ott velem. Nem? És mivel nem beszéltem angolul, így a country menedzserem jött el, és hála jó Istennek, egy teljes hetet, gyerekek. Tudjátok, hogy milyen nagy dolog az? Hogy egy teljes hetet együtt tudtunk lenni. És ebből csak 3 nap volt ugyan a GLT, a többi a hajón, de valami csodálatos dolgok történnek a Foreverbe. Én az elmúlt 22 év alatt, én egyet láttam, hogy ez a cég mindig tökéletesít, mindig soha nem állunk be. Azt hiszük, hogy már nem lehet íberelni semmit, azt hiszük, hogy már megérkeztünk, és nem így van. Bemutatták az új gélt. Gyerekek, figyeljetek ide, beszéljetek róla, Sanyi. Bemutatták az új gélt, nagyon finom. Kipróbálták, tesztelték Japánba. A japán piacon megy át minden termék először, mielőtt még elárasztanák vele a világot. Gyerekek, 30-40%-os forgalom növekedés csak azért, mert teljesen mindenfajta, tehát mindenfajta pasztorizáló anyag, minden nélkül kijön, egy olyan sterilizáció eljárással készül az új gélünk, hogy nem lehet belekötni, értitek? És finom. Finom, komolyan mondom. Volt, akit meg is hívtam, ugye? Tetszám. Így van? Hát mindenkit nem tudtam, gyerekek, mert összesen 1 liter volt. Érted? Tehát ennyit kaptuk. De garantálom nektek, hogy csúcs termékje lesz a Forevernek. Számíthattok rá, hogy egyre több embernek ott lesz az asztál. Csak arra kérlek, mostani supervisor barátom, meg a többieket is, hogy legyetek részese ennek az álomnak, oké? Okay? Én egyedül semmit nem érek. Ha nem vagytok, akkor semmit nem érek. Csak arra kérlek, hogy hidd nekem egy picikét, tudod? 22 éve mindig, ha megkérnek, hogy egy könyvbe írjak bele valamit, mindenkinek a könyvében ugyanaz van. 22, nem azért, mert nem tudnák más beleírni, csak mindenkinek a könyvében az van. Higgy önmagadban, az emberi tisztességben, az akarat erejében, az álmaidban, pont, és egy picit bennem is. Oké? Okay. Erre kérlek most is. A következő 22-ben is erre kérlek, oké? Okay? Hogy legyünk együtt és gyarapodjunk. És elég sokan vagyunk, de nem vagyunk elegen barátaim. Értitek? Elindult egy generációváltás. Elindult. Büszke lehet az a szülő, az az édesapa, az az édesanya, akinek a gyermekei követik. És azt kívánom neked, akit most ezzel a picivel itt vagy, hozz minél gyakrabban ilyen helyekre. Nem baj. Majd lesz. Oké? Okay. De hozd, mert ez generációról generációra megy. Higgyétek el nekem, én annál nem is tudom elmondani, hogy vajon milyen boldogok lehetnek azok az emberek, akik nem csak ők vannak itt, hanem már itt vannak a gyermekeik is. És azért kérlek, hogy józanul gondolkozz egy picit. Vajon egyszer nekem, hogy én is sokkal, de sokkal jobban szeretem a gyerekeimet, mint téged.
Elhiszed? És tudod, hogy minek örülnék a legjobban? És ha valamire az életben egyszer irigy vagyok, az az, hogy az én gyerekeim nincsenek itt. És bízom benne, hogy a Jóisten megadja egyszerre, és az idő segít nekem abban, hogy eljut egyszer ez az üzenet, amit 22 éve szajkózok. És tudjátok, hogy mi minden nehézség volt az elmúlt 22 év alatt? Kritika. És nem mind építő jellegű. Csak én tudtam az igazat, tudod? Csak én. De hát nem az a legény, aki ossza a pofonokat, hanem aki állja. Oké? Érted? Ezer meg ezer lehetőség lett volna rá, hogy abba hagyom ezt az üzletet. Tudod? Amikor 35-ször Frankfurt, Budapest, Debrecen. 35-ször gyerekek. Érted? Azt mondtam, hogy akkor is végigcsinálom, ha belepusztulok. És ez egy jó hozzáállás, tudod? Mert időközben dolgozott rajtam az élet. Minden nehézség, amivel találkozol, azt ne éld meg nehézségnek. Az egy próba. Tesztel téged az élet. Oké? Okay? És egy fejlettebb önmagadat fogod tudni előállítani. Ezt hidd el nekem. Képzeljétek, hogy milyen lehettem 22 évvel ezelőtt, ha most ilyen vagyok. Na? GLT tag. Így van? Ilyen egy GLT tag. Legalább két lábbal jár a földön, két keze van, egy szája és két füle. Na, kinek van ilyen? Na? Erről van szó. Csak egy dologban nem tudunk kompromisszum kötni, hogy végig kell menni ezen az úton. A Katika az előbb nagyon jól elmondta, érted? És ez neked is jár. Figyelj ide, én már lassan megyek itt fel a divatból, gyerekek. Érted? Erről van szó, mert versenyfutás az élet az idővel, érted? Sok mindent kipipáltunk, érted? Sok mindent. És most elindultam, két hónapig voltam oda. Képzeld, amikor Tiranából elindul Stockholmba, az Tiranánál kezded, nem? Ugye? Semmi logika nincs benne. Ugye? De hát így alakult. És azt mondom, hogy bízz magadba, komoly első generációs üzletépítés szupervájzorok. Ebbe az üzletbe. Nagyon kérlek, hogy meg ne haragudj, jó? Mindig szoktam idézni, 15 évvel ezelőtt hallott gondolatot egy munkatársamtól, hogy ebbe az üzletbe, aki tanul, az hülye. Aki pedig nem, az meg az is marad. Érted? Tehát vigyázz erre, ezt jegyezd meg. Magadnak mindig mondd el otthon, oké? Okay? És próbáld meg értelmezni. Próbáld meg magadba értelmezni. És egyszerűen csak arról van szó, hogy elvégzük az egyetemet, a főiskolát, ki mit, nem? És azt hiszük, hogy megérkeztünk. És készek vagyunk az életre, így van? És az ember betűdik, keresi az utat, nem? Keresi az utat, és mindig beletenyerel valamire, és 5-10 évenként tudatosul benne, miközben múlik az élete, hogy még most sem ott tartok, ahol szeretnék, ugye? És van, amikor 40-50 éves fejjel csak visszakanyarodunk a foreverhez. Mert ez egy biztos pont, gyerekek. Ez nem kérdés, hogy mi lesz a következő 40 évben. Hát én láttam most a termékeket, figyelj ide! Az új termékeket. Kérlek, hogy toleráljátok egy picit a céget, mert minőségében csúcs technológiát vásárolt a cég, és minden cserél szépen lefele. Oké? Okay? És egyre jobbat fogunk kapni. És nincs a világon, aki ebben a versenyben minket ki tudjon golyózni, értitek? Mert morálisan és termékoldalról is mi vagyunk a legjobbak. Mi azt adjuk az embereknek, amit sokszor soha sehol nem kapnak meg, értitek? Sehol. Mi legalább tisztességesek vagyunk, mi legalább becsületesek vagyunk, vagy legalábbis törekszünk arra, hogy azok legyünk. Így van? Ja, hogy lesznek benne? Persze, hogy lesznek. Megoldatlan feladatok. Csak arra kérlek, hogy ezt ne felejtsd el hétfőn, kedden. Tudom, hogy most gyémán leszel. Most. Ma. Meg még hónap is gyémánt leszel, ugye? Hát nem.
És akkor mi lesz kedden? A hétfői két pofon után. Nem én fogom adni, hanem valahol. Vagy valamelyik rokonod, érted? Vagy valamelyik ismerősöd. Vagy egy olyan barátod, akiről azt hitted, hogy a barátod, és mégsem hisz neked. Jó, elült eszembe nekem a GLT-ről kéne beszélni. Igen? Jó, gyerekek. Hát nagyon szép volt. Andorra. Meg a GLT is. És ott voltak ezek az emberek, és semmivel nem különböznek, mint bármelyikünk. Értitek? Semmivel. Semmivel. Csak testsúly, hajszín. Csak egyszerűen oda tették magukat, érted? És minden. Én nem tudom, hogy te hogy működsz. Én arra működök, hogyha nekem nem hisz valaki, én akkor is be akarom bizonyítani, tudod? És működj te is így. És hidd el nekem, az elején téged is nagyon sokan hülyének fognak nézni. De ne ijedj meg, ez az állapot el fog múlni, oké? Okay? Ez az állapot el fog múlni. Tudod, hogy mostanában már nem néznek annyira hülyének, ha? Direkt látogatom a rokonokat a lakóbusszal, tudod? Esküszöm neked. Azt kérdezik, hogy nem tudunk elmenni egy kicsit négyesbe? Amom két személyre van vizsgáztatva. Direkt. Direkt, érted? Ennyire egyszerű, tudod? Tehát soha ne felejtsd el, amit úgy gondolsz, hogy elvesz tőled az élet. Az üzletépítésed 3-4 évéről beszélek. De nem az, hogy 3-4 évig, azt se tudom, hogy vagyok. Érted? Hanem egyszerűen teszed a dolgodat. Teszed a dolgodat. Mondod mindenkinek. Figyelj ide. Én nem is tudom, hottan az a nyelv, amit én beszélek, az valószínű, hogy hottántotta. Érted? Mert én mindenkivel megtudom. Ha meg akarom értetni magam, én megtudom. Érted? A románnak is el tudom mondani az üzletpolitikát. Mindenkinek. Érted? Félig magyarul, félig németül, félig olaszul, félig... Na. Lesz feladat. Soha ne add fel. Oké? Okay? Nem én mondtam, én is csak hallottam. Never give up. Jó? Mi? Jó mondtam? Ó, gyerekek, hát már angolul is tudok, most jut eszembe. Na. Érted? Egyszerűen csak csináld. Jó, és a GLT-n. Nem esik messze az almafájától, értitek? Greg, tudod, azok a fiúk, teljesen a Rex elképzelési alapján, de egy turbósított változatban megyünk előre. Gyerekek, 3 napig, amíg ott ültünk, amíg oktatást kaptunk, érted? Volt Amerikából oda reptettek a CNN-től egy professzionális előadót, akinek nekem egy szava, egy mondatát jegyeztem meg. A közönségnek mindig igaza van. Gyerekek, a világpiacon mi egy olyan fogyasztó, emberi közösség vagyunk, akinek mindig igaza van. A kérdés az, hogy ezen a hullámon jössz-e velünk, vagy megállsz 5-10 nem után. És akkor nem történik az életeddel semmi. Semmi. Próbáld ki magad. Tudod, hogy hány ember van, aki 22 évvel ezelőtt majdnem, hogy így könyörögtem neki. Tudod, hogy gyere ebbe az irányba. Gyere. Kicsi tesóm. Tudod, amíg már nem is olyan kicsi. Tudod. Nem tudtam. És most volt az édesanyám 80. születésnapja. Na, mit gondolsz, a mama hova megy? Hajdúszoboszlóra akar menni egy hétre. Mondom, mama, válassza ki a legjobb szállodát. És odaadtam neki a pénzt. És mit gondolsz, hogy na, kivel megy? Na, hát, hogy ne menjen egyedül. Hát a tesóval.
És azt kifizettek én, amit gondolsz? Ha, a Forever Living Products. Érted? A tesónak is. Gyerekek, ez ilyen. De hát attól még szeressük, nem? Mert a tesó. Könnyű nekem, ugye? Én hozzám mindenki csatlakozik, gyerekek, nem? Hát körülbelül, mint te hozzád. Érted? Ezért vagyok büszke nagyon azokra az emberekre. És az én álmom, még van egy álmom. Szinte a bakancslistán sok mindenki van pipálva, gyerekek. Bennem kell még vagy két hűtőszakrém, mert már ezen nem fér a hűtőmágnes, értitek? Azt minden negyedik helyről hozok egyet, amikor eszembe jut, érted? Komolyan mondom. Venni kell vagy két hűtőszekrény, nincs mese. És egyszerűen imádom az életem, tudod? És ezen keresztül titeket. Aki csak egy lipszereig is hitt ebben az üzletben eddig, ha lenne kalap rajtam, levenném. Mert sok mindent osztott az élet az elmúlt 22 év alatt. De az eredmény, azok mi vagyunk. Mi vagyunk így, ahogy vagyunk. És ez az igaz. A többi csak, érted? Duma. A többi csak duma. Egyszer még. Ha. Egyszer még bízom benne, hogy nekem is lesz olyan szerencsém. Valahogy dolgozok rajta, hogy az én gyermekeim is jöjjönek ezen az úton. Mert én ennél jobbat nem tudok. Ezt komolyan mondom. És annyira büszke vagyok azokra az emberekre. És az előbb elkezdtem, hogy talán egy picit van bennem egy józan irítség, hogy is juttatták el a gyermekeiket, hogy ugyanezen az úton jöjjenek velünk. És ezúton megkérnék mindenkit, minden szülőt, akinek a 18 éves gyermeke itt van, a 18 éves gyermeke fölötti aktív hálózatépítőket, hogy jöjjenek fel a színpadra. Tehát minden szülőt és a 17-18 évesek. Azt is felhívom, akik még nem töltötték be a 18-at. Jó? De itt van az édesapjával vagy az édesanyjával. Mind a két szülőt kérném, hogy jöjjenek fel. Arra kérnélek, hogy gyertek fel ide, jó? Nagyon szépen megkérnék. Ők azok, akiket irigylek. Hallod? Ők lesznek azok, akiket irigylek, tudod? És ez az üzenetem mindnyájatoknak. Ez a bizonyítvány. Ez lesz a bizonyítvány. Érted? Ez lesz a bizonyítvány. Én ebbe hiszek. Ebbe hiszek. Hol van az a lány? Gyere csak, Erika, légy szíves. Ide édesanyádhoz, Erika. Gyertek ide. Jó? Supervisorok! Én ebbe hiszek. Én ebbe hiszek. Semmi másba. Legyen a sorsa a gyermekednek is, meg neked is. Csak tisztán és egyszerűen, érted? Meg kell, hogy értsd, hogy mi az üzenete ezeknek az embereknek. Kell, hogy józanul gondolkozz te is. A gyerek is itt van, ugye? Hány éves vagy? 14! Gyerekek, alapozzák a jövőt! Alapozzák a jövőt! Nézz ide! Szerinted vajon mit akarhat az apja, az anyja? Annak a 18 évesnek, vagy annak a 16-nak? És mit akarhatok én neked? Nézz ide! Köszönöm, hogy
az álmom részesei vagytok. Az Isten áldjon benneteket. Nagyon, nagyon köszönöm. Ukrajna, Szerbia, Magyarország, ideális hely, hogy épüljön a világ. Egy jobb világ, gyerekek! Ez egy jobb világ, mint kint az utcán. Higgyétek el nekem! Nagyon-nagyon köszönöm. Az Isten már áldjon benneteket. Megfogadtam, hogy nem sírok, de nem megy. Ennyit a GLT-ről. Ennyit a GLT-ről. Köszönöm, hogy itt vagytok. Gyereket, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Menjetek le, mert én is le akarok menni. Menjetek le, mert én is le akarok menni. Köszönöm. Miki, Miklós, a mostoha gyermekem hol van? A mostoha gyermekem hol van? Krizó Ági, a mostoha lányom hol van? Krizó Ági Berkic, hol vannak a mostoha gyermekeim? Ez a forever, nem amit neked mondanak. Miki! Miki, hol vagy? Gyere, itt vagyok! Hello, papa! Itt vagyok! Gyere ide! Ágikám! Van-e még köztetek olyan, aki közvetlenül hozzám tartozik? Gyerekek! Erről szól a történet! Vigyázz! Vigyázz, hogy gondolkozol! Oké? Vigyázz a gondolataidra! Mert ez a valós! 22 év, gyerekek! Még lesz 22, ha jó Isten elenged odáig! Lesz! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nektek is nagyon köszönöm! Szia! Ne sírjál! Neked nem szabad, csak nekem! Szerintem ideg van! Hol van a lányod? A lányod? Napi hősök, gyerekek! Tudjátok a sztoriukat? Tudjátok? Ha nem tudjátok, kérdezzétek meg! Hétköznapi hősök! Egytől egyik! És te is közéig tartozhatsz! Akar lenni valaki? Nem az a baj, ha nem sikerül rögtön! Az a baj, ha elevent felanod! Köszönöm szépen! Gyerekek, menjetek le, nagyon kérlek benneteket, mert én is te szeretnék menni. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Gyere, édes. Józsikám, szereted a Rolling Stones? Na végre! Megfogadtam, hogy soha nem sírok a színpadon, soha! Egy ELT tag nem sírhat a színpadon, gyerekek! Csak most! Meg egy év múlva! Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm, gyerekek! Köszönöm szépen! A hétköznapi hősök, gyerekek! Never to come back. I see people turn their heads.
Szabó József, GLT tag Magyarország!